Vince Otto készülődik szabadrúgáshoz. Vince? Nem volt rossz kísérlet, de mellé szállt a lövés, Molnárnak nem kellett hozzáérnie a labdához. Herceg Falvi most már. Torgel lerobog, jön Csóka keresztezni. Torgel szerintem szögletet akar, de még jó így. Herceg Falvi szépen vette át, lerántás 11-es. Molnár Balázs nagyon buta dolgot csinált, aztán kakaskodik a két játékos. Sápi jól ítélte meg a helyzetet, Molnár Balázs egyértelműen lerántott a Herceg Falvit. A büntető jogos, és úgy tűnik, hogy a sárga lap is mind a két játékosnak. 18. perc, tehát Bárányos végzi el a büntetőt, és elegánsan beemeli a jobb felső sarokba. Bárányos bajnokságbeli negyedik góljával 1-0 a Kispestnek az Alaegerszeg ellen. Rutka. Herceg Falvi lép oda! Koplárovics. Kenesei csúsztat, Nagy Lajos. Nagyon régen ért labdához. Kocsárdi emel. Kenesei fejel, gól! 1-1. Kenesei a bajnokság során 5-5-ször szerez gólt a Kispest ellen. Az első félidő 26. percében tehát újra döntetlen rááll a meccs. Nem igen veszélyeztetett eddig az Ete. Most azonban egyenlített Kenesei révén, tehát így Kenesei most már 15 gólos a bajnokságban. Szabó. Molnár. Kenesei, Jobojevics. Messze van még a kaputól, Jobojevics, lesz gyanús. Tovább ott mint a partjelző, Józsi pedig gólt szerez. 2-1 így az Alaegerszegnek. Józsi jó cserének bizonyult, aktívabb volt, mint Vince Otto. És most Józsi góljával átveszi a vezetést az Alaegerszeg a második félidő negyedik percében. Józsi nem lőtt még gólt a bajnokságban korábban. Innen lesgyanúsnak tűnt a szituáció. Fogadjuk el azonban a partjelző döntését. Bárányos. Jól csavarja be. Bardié. Bardi mekkorát hibázott, aztán kézzel ért a labdához a 16-oson kívül. Ezért jár szabadrúgás, de ha kéz, akkor lap is. Sárga. Szabadrúgás tehát a Kispestnek a második félidő. Derekán. Bárányos végzi el a szabadrúgást. Nagyon szépen csavarta el a labdát Bárányos, de nem volt szerencséje. Rutka. Eladja. Persze a többiek nem siettek a segítségére. Józsi teszi vissza a labdát Kocsárdinak, ez óriási zicser, Kocsárdi leteszi, Kenesei, így kimarad a helyzet. Forrai. Forrai Torgelle. Ügyes összjáték, nincs les, hamar azonban összeomlik a döntő pillanatban. Kenesei vár, amíg jönnek a többiek is. Aztán Józsit küldi támadásba. Józsi messziről, óriási kapufát lőtt. Gyönyörű próbálkozás volt. Volt bennem bizonyítási vágy, kicsit váratlanul ért, hogy ennyi játék lehetőséget kaptam, de örülök, hogy így bizonyítani tudtam az edzőmnek, és hogy sikerült gólt húznom. A mai mérkőzésen úgy érzem, hogy lelkesedésbe tudtuk már fölülmúlni az ellenfelet, mert a játéktudásuk ugye egyértelműen egy bajnok csapat teljesen más, mint a miénk, de sajnos ez elmaradt.